táncosunk, aki két hete jött haza külföldi munkáról, és itt is itt van. Tehát megoldható, ha valaki valamit nagyon szeret, az a tanulás és a munka mellett is ezt az amatőr tevékenységet be tudja iktatni az életébe, és lám milyen lendületesen, milyen jó kedvel, és hát úgy látom, hogy ügyesen csinálják, hiszen bennük van az akarat, mint ahogy a picikben is, a nagyobbakban is, mindenkiben. Hát a tavasszal jobban viseltétek magatokat azért, töpörtjük. Tessék szíves visszajönni oda, még oda a nézőtérre, jó? Köszönöm. És hát műsorunk vége felé közeledvén, kettő tánc maradt még itt. Szívesen dolgozom vendégkoreográfusokkal, hiszen én csak néptáncoktató vagyok, és amikor nagyon muszáj, akkor nyúlok valamilyen anyaghoz, vagy éppen nincs rá pénzünk, hogy valakit meghívjunk. A Gömöri Mulatságot egy felvidéki koreográfus páros, Kupec Mihály és felesége készítették a számunkra, melyet a Margaréta Mátvirágok fog bemutatni, és befejezésül az erdélyi Györgyfalvára fogjuk önöket kalauzolni a Maros Együttes előadásában. És kérem, még maradjanak egy picit, mert a fináléről megint úgy gondoltam, hogy valami mást kell kitalálni, ami eddig volt, hiszen nem szeretném, hogyha valaki tudna, hogy na, már megint az fog következni, hogy... Hát nem az fog következni, hogy, hanem valami egészen más. Tehát Gömöri Mulatság a gyermekcsoport előadásában és a Maroszár a Györgyfalvi táncokkal.